Hogy mit jelent a bringalézek kifejezés? Még a csapattagjai sem tudják igazán, de jól hangzik. Lényeg a jókedv, a közös biciklizés élménye és az együttlét, mondják. Számtalan helyen fordultak már meg a világban, de az is jó program, ha csak egy családi biciklizésre jönnek össze. Nagyon sok helyen jártunk. Magyarországon egy családi kirándulásképpen indult ez az egész rendezvény, és tulajdonképpen a szükség hozta létre, mert mindenki szeret biciklizni. És mindenki tudja, hogy milyen otthon családdal vagy valahova elkirándulni, és ezt gyakorlatilag azt próbáltuk ki, hogy milyen ez társaságban. És így eljutottunk nagyon sok magyarországi helyre, illetve külföldre is. Nem csak a családos bringázást tartjuk szem előtt, hanem el szoktunk menni a versenyekre is, illetve külföldi bringa versenyeket meg is nézünk. Tehát nem csak, hogy részt veszünk a bringa versenyeken, hanem megtekintjük őket. A csapat rendszeresen visszatérő vendég 2014 óta a Giro Italiának. No, annyira még nem jók, hogy benevezzenek, de a verseny megtekintése olyan számukra, mintha egy Barca drukker a Nókamban nézhetné egy meccset. Körülbelül 12-13 állandó tagja van, de mindig különböző biciklisekkel is találkozunk, tehát vannak máshonnan is bringások, akik szeretnek hozzánk csatlakozni. Messengeren tartjuk a kapcsolatot, és aki legelőször jelzi, hogy hova indul, a többiek is utána. A Messengeren keresztül tájékoztatjuk egymást, hogy mi lesz az aktuális túraútvonal, tehát Bonyhád, Komló például. És aki tud, az csatlakozik. Nagyon sokan vagyunk így, akik a Messenger csoportnak a tagjai vagyunk, és ezáltal tudjuk egymást tájékoztatni, hogy mi az aktuális útvonal, és mindenki tudja, hogy hol kell esetleg csatlakoznia. Budapesten voltunk, innen Bonyhádról elmentünk Budapestre, illetve Bonyhádról a Balatonra, egy ilyen 10 fős társasággal. Ott megalszunk, és másnap reggel elkezdjük körbetekerni a Balatont, és az gyakorlatilag 210 kilométer. Az is csodálatos élmény, amikor versenyeken 200-300-an tekerünk együtt, mesélik. Imádunk a szabadban lenni, kicsit száguldozni, néha megállni, beszélgetni, sörözni egy kicsit, és ez összetartja a társaságot. Szóval egyfajta szemléletformálás zajlik. Bonyhádon egyébként is központi kérdés a biciklizés. Nincs még egy éve, hogy a város legforgalmasabb utcáján is helyet biztosítottak a kerekeseknek. A jó példa ragadós, hiszen a családok ifjabbik tagjai is komolyan foglalkoznak a kerekezéssel. Abszolút egy biztató dolog az, hogy nagy fater, meg ezek, stb. Tekernek, mivel mi fiatalok is meg tudjuk ízlelni azt, hogy ők, akikre felnézhetünk, tekernek. Mint a nagyon jó, igen, örülünk, hogy sikerül összekovácsolni egy csapatot, és jó csapatban tekerni, mivel sokkal az autósok sokkal jobban figyelnek ránk ilyenkor, és sokkal észrevehetőbbek vagyunk. Igen, nagyon jó érzés egy csapat tagja lenni, és velük tekerni. A bringalézek azt remélik, példájuk ragadós lesz, és egyre többen csatlakoznak majd a csoporthoz, élvezve a mozgás és a szabadság örömét.